Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit. A Weekend mai adásában ellátogatunk a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium gála koncertjére. Megnézzük, milyen egy igazán madárbarát kert. Szó lesz az év szaváról, és azt is megtudhatjuk, hogy hogyan kapcsolódik össze a hímzés és a porcelán ékszerek. Először azonban egy programajánló következik. Honfoglaló napra invitáljuk Önöket Dohanics Lászlóval és Tordai Károllyal. Sziasztok, jó estét! Hát itt már minden eszköz kész van ahhoz, hogy elfoglaljuk a hont, bár most már itthon vagyunk benne, viszont nagyon-nagyon sok érdekességet megtudhatnak a látogatók, mégpedig március 2-án, ugye? Ez lesz ez a bizonyos honfoglaló nap. Mesélj egy kicsit, Laci, így az egész nap programjáról, utána pedig Karcsi majd ezekről a csodákról, amiket elhoztál. Hát, ami a lényeg a dolognak az, hogy március 2-áig látható a Geszterédi Aranyszabja rekonstrukciója, illetve 8 darab tarsőlemez másolat, hiteles másolat. Ugye a József András Múzeum is zárva van, ezért mi örömmel vállaltuk az ezt a kiállítást, megszervezzük, illetve ez nálunk látható. És onnan jött az ötlet, hogy valamilyen családi napot szervezünk erre. Ennek tehát aki az, még nem látta, akkor ez az utolsó. Tulajdonképpen szombatig látható maga a kiállítás, és akkor jött az ötlet, hogy akkor egy családi napot szervezünk erre az egész kiállításra. Ebben megnyertük Koszta Zoltánt, a bőrműves, megnyertük Stromájer Ádámot, aki cizelőrként, ötvösként dolgozik a Magyar Nemzeti Múzeumban, és ő készítette az Aranyszabjának a rekonstrukcióját. Megnyertük az Árpád vezér IASZ Egyesületet is, hogy kijönnek hozzánk, jurtát állítanak fel korabeli öltözetben, az öltözetet fel lehet próbálni, fotózkodni lehet benne, és három pálya is lesz felállítva, hiszen nyilazni is lehet, de mellette kézműves foglalkozások, bele lehet kóstolni a tarsolylemez készítésbe, egy kis ötvös munkát is ki lehet próbálni, filmvetítések lesznek, előadások lesznek, illetve családi vetülkedőt is szervezünk. Úgyhogy azt mondom, hogy nagyon színes programmal várjuk március 2-án szombaton 10-től 16 óráig a hozzánk ellátogatókat. Úgy olvastam, hogy lesz egy előadás is, az Ádám tart egy előadást. Kettőt is? Két előadás, mert az érdeklődés akkora lett, hogy végül is két előadás lesz. Magáról a szabja készítéssel kapcsolatosan, hiszen teljes munka az egy álom, gyönyörű szép ennek, ezt megértéke 40 millió forint ennek. Igen, a szabjának. Igen, ezt egy ilyen kis üvegvitrínbe láthatják. Így van, így van, és ez a József András Múzeum tulajdonába került, hiszen ajándékozással a Geszterédi Aranyszabja Egyesület Alapítvány ajándékozás formájában ezt átadta a József András Múzeumnak. De hogy a múzeum zárva van, és ez nem maradjon azért bezárva a ládájába, ezért utaztatásra kerül sor vándorkiállítás formájában, és ezután tőlünk Debrecenben a Református Múzeumba kerül, és ott lesz kiállítva a tarsolylemezekkel együtt. Na hát valószínűleg rekordszámú látogató lesz másodikán, és amikor is a Árpád vezér IASZ Egyesület épít, öltözik, vetkőzik, mindent bemutat, amit eddig készített. Hát a végén csak leveszitek, ugye? Mert ezek a hagyományőrző öltözetek, gondolom, hogy azért erre nagyon vigyáztok. Tehát nem ebbe mentek haza. Vagy de? Ezek egészen kényelmes viseletek. Az ember méretéhez van szabva, úgyhogy tényleg azért készítettük is ilyen erre alkalmas mesterekkel, hogy az egész napos viseletben is kényelmes legyen. De a jurtát azt felépítitek. Hogyne. Egy 4,5 méter átmérőjű vezéri jurta fog épülni teljes berendezéssel, és ott a fegyverzet is kiállításra kerül, nem csak íjak, nyílveszők, hanem fokos, fejszék, szabja is lesz. Úgyhogy és mi az, amit kipróbálhatnak a látogatók? Például ezeket az íjakat is akár, amelyeket most elhoztatok, vagy ezek annyira különlegesek, hogy inkább ezeket csak érdemes majd megszemlélni? Ezek speciál pont nem lesznek használhatók, de nagyon hasonlóak, amiket ki lehet majd próbálni. Három célpályát fogunk fölállítani, és azon a tagok fognak a lövéseket vezetni. Úgyhogy egészen kisgyerekektől, az óvodásoktól kipróbálhatják egész idősekig, mert gyengébb íjakat is hozunk, hogy mindenki élvezhesse ezt a harcművészetet. Laci, te már kipróbáltad valamelyiket? Még nem, megmondom őszintén, de egyre nagyobb elán a várom a március 2-át, úgyhogy már kint beszélgettük is, hogy lehet, hogy tanoncként is elszegődöm majd az Egyesülethez. Izgalmas dolog, megmondom őszintén, és rengeteg mindent tanul az ember
Egy picit azért, mert ezek nagyon különlegesek, amelyeket most elhoztál, ezeket ti készítitek, egyáltalán honnan lehet beszerezni az alapanyagot, az így készítés mesterségét, azt honnan lehet elsajátítani, erről mesélj egy kicsit. Az íjakat Szilágyi Balázs íjkészítő mester készíti, az egész egyesület és még sok-sok mindenki számára. Hosszú évek tapasztalati alapján fejlődött ki ez a véglegesen látott termék itt. A nyílveszőket pedig Dajka István nyílveszőkészítő mester, aki a íjtegezt is készítette. Hát nyugodtan mondhatom, ezek már mesterművek, mert tényleg olyan szépek, esztétikusak, hogy párját ritkítja. Persze vannak olyan nyílveszők is, mint például ez itt, amelyben a modern technikával készült hagyományos, illetve agyas illetek alapján föllelt anyagok vannak beépítve, például az a kovácsolt vas nyílhegy, a szarvas inne a bandázsolt vadpulykatól. A vesző az maga az egy húzott esztergát vesző, de attól még nem veszít az értékéből. Igen, nagyon szép, pont erre gondoltam, hogy hú, hát ezt kilőni, lehet, hogy ez egy, mint egy ilyen kis lakberendezési tárgy is nagyon jól mutat, de nyilván aki használja, az nem sajnálja ezeket a nyilvesszőket esetleg akár egy vadászat, vagy bármilyen sporttevékenység közben használni. Lehet olyan, hogy valaki annyira megfertőződik ott másodikán, hogy esetleg szeretne közétek tartozni? Tagfelvételünk egyenlőre még nincsen, és edzéseket sem tartunk, hiszen egyéves egyesületről beszélünk, de tervezzük a közeljövőben, hogy gyarapítjuk a tagságot is, és edzéseket is fogunk tartani a székhelyünkön, a Sóstói Múzeumfaluban. Úgyhogy a későbbiekben majd szeretettel várunk mindenkit, de az íjáztatás az folyamatos. Iskolákhoz, városi, megyei ünnepnapokon, illetve szervezésekhez szívesen megyünk. Na hát, és most pedig ott lesztek március 2-án egész nap. Kell-e regisztrálni, vagy mindenkinek lesz helye? Nem, mindenkinek lesz helye. Egységesen 1000 forint a belépő, 10 órakor van a kapunyitás, és 16 óráig várjuk a látogatókat, és hál' Istennek nagyon nagy az érdeklődés. Köszönöm. Örülünk neki, hogy bízunk benne, hogy jó lesz. Köszönöm szépen, hogy itt jártatok. Köszönjük szépen. Kedves nézők, még tart a madáretető időszak, de már érdemes kihelyezni a rovar hoteleket is. A sünggarázsokat viszont még nem szabad bolygatni. A következő percekben a madárbarát kert kialakításáról mesél egy 13 éves fiú. Ez a felső, alsó és a felső része az arra van kialakítva, hogy a télen a rovarok, ha elbújnak, akkor a hiddeg elől, akkor ők ebben tudnak lehibernálódni. A középső része az arra van kialakítva, hogy esetleg egy-két barát, egy-két mély család betöltözzön, és a szélsőbe lyukak vannak fúrva, hát ez ilyen 8-10 mm-es lyukak, és 8-10 cm hosszúak, és ezekbe a rovar behordja a táplálékokat, például pollent, más rovarokat, belerakja a petét, és befalazza. Itt látható is, hogy a széncinke rájött erre, és megpróbálta előtt keresni a lárvákat, de itt a egy-két tövig be van falazva, és ezek reméljük, hogy tavasszal ki fognak repülni. Máté nagyszülei segítségével készítette ezt az úgynevezett rovarhotelt. Ebben rengeteg apró élőlény találhat menedéket. Nem csak a hideg ellen nyújt védelmet számukra, hanem kialakításának köszönhetően petéiket is lerakhatják benne. Ez azért fontos, mert a rovarok élettere az elmúlt években drasztikusan csökkent. A menedéket tél végén már érdemes kihelyezni a szabadba. Az évben bármikor ki lehet helyezni, de ha azt szeretnénk, hogy már ebben az évben is költsön benne, vagy rakjon bele petét valamilyen rovar, akkor érdemes ezt már februárban megtenni, mert azok a poszméhek, amiken van minimális serte és szőrzet, azok már február végén, március elején már előbújnak a téli rejtek helyükről. Általában poszméhek költenek benne. Most poszméheken kívül bármi elfoglalhatja, ami befér a lyukokon. Általában még ezen kívül pókok szoktak, vagy hangyák beköltözni, de mi kifejezetten poszméheknek rakjuk ki. Legfontosabb, hogy kell egy keret, ami általában kemény fából készüljön, azért, hogy ne tudjanak kifúrni belőle a rovarok. Utána a belsejét azt mindenképpen puha fából alakítsuk ki, azért, hogy bele tudjanak menni és alakítani rajta annyit, hogy neki kényelmes legyen. Máté alaposan tanulmányozta a rovarhotel más néven darázsgarázs készítését. Ezekben az apartmanokban a lakók is könnyebben megfigyelhetőek. Ez egy másik elven működő rovarhotel. Vettünk hozzá kéncsöveket, meg parafadugót, és kialakítottunk egy olyan
másolatát az előzőnek, amit meg is lehet figyelni a benne lévő dolgokat, ugye amit belehord pollent, más rovarokat, a tápláléknak, a plávának, meg a petét. És ugye ez most nincs befalazva, mert ebbe pók rakott hálót, de ilyen kis lyukat fogunk az elejére, és ezen tud bemenni. A hotelek egyelőre csendben üzemelnek, nem úgy, mint a fákon található odúk és etetők. Ezeken folyamatos a nyüzsgés. Máté 2 éve kezdett komolyabban foglalkozni a madarak védelmével. Elhivatottságát mutatja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől kapott elismerő tábla is. Először egy kicsit kergettem a madarakat, és utána szerettem igazán meg őket, amikor megfigyeltem az életüket. A kert kialakításában nagyon segítségemre volt a családom, mert azért egyedül nem ravírozhattam itt el, de így azért sikerült egy olyan kertet kialakítanunk, ami tényleg igazán madárbarát. Én Orbán Zoltán Madárbarátok nagykönyvét vettem figyelembe, és ezek alapján építettem fel a kertet. Nagyon fontos, hogy először az élőhelyet teremtsük meg az állatoknak, mert akkor fognak igazán bele szeretni ebbe a kertbe, és itt fognak élni. Nagyon fontos, hogy táplálékot helyezünk ki nekik, ami mondjuk évközben nem azt jelenti, hogy etessük őket, de mondjuk olyan bogyós növényeket vegyünk, amikből ezek tudnak táplálkozni, és olyan növényeket, amikben tudnak fészket rakni. Itt olyan 11 odú van, és 10 etető, amik ugye persze az etetők nem működnek évközben, de az odúk itt vannak végig, és a költésüket segítik a madaraknak. Amikor etetési időszak van, akkor az ilyen 16 faj, azért az nagyon jónak számít, és 16 faj van is itt nálunk. Évközben, amikor az odukba jönnek költeni, akkor leggyakrabban széncinege költ nálunk, meg mezei veréb. A téli etetés során a legeslegérdekesebb, amit megfigyeltem, az egy csontollú volt, pontosabban egy csapat, akik ugye szintén északról érkeznek hozzánk ilyenkor télen, és most bejöttek a kertünkbe, és ami nagyon nagynak számít, mert azért nem mindennapi, de odúban rendszeresen költ, ahogy mondtam, széncinke és mezei veréb, tehát ezek évközben végig itt vannak. Ha nagyon hideg van, akkor én minden nap ellenőrzöm az etetőket, hogyha elfogyott, akkor töltök utána, de az nagyon-nagyon fontos, hogyha főleg, hogyha igazán kemény tél van, ha elkezdtük az etetést, azt ne hagyjuk abba. Sokfajta maggal etetek, a leggyakoribb és amit mindenkinek ajánlok, a nem sózott, nem pörkölt, nem hátont fekete napraforgó. Ez az elsőleges táplálék, ha ezt kihelyezzük, akkor az biztos, hogy jönnek rá a madarak. A másodlagos, amit én így bekeverek vegyesbe, ez annak az alapja kukorica és búzadara, meg napraforgó, és különböző gyommagvak, köles, pinykeverék, és cirok, repce, négermag, valamint bogyók találhatóak, és cinkegolyót is helyezek ki, meg egyéb olyan dolgokat, amik akár a boltokból is megtalálhatóak. Ebben a madárbarát kertben más állatfajoknak is szívesen nyújtanak hajlékot és védelmet. A madarakon és a rovakon kívül még süniknek is adok otthont, legalábbis még nem néztem meg a süngarázsamat, hogy esetleg idén te lehet-e benne süni, de majd tél végén le fogom ellenőrizni, és remélem, hogy süni is megfordult nálunk. Ezen kívül, amikor a gyíkok előbbülnek, akkor az ő számukra napozó helyet, itatót helyezek ki, és remélem, hogy ők is megjelennek idén is a kertbe. Bár az etetést hamarosan, a tavasz beköszöntével abba kell hagyni, a madárbarát kert kialakítását az év bármely szakában el lehet kezdeni. Az egyik legfontosabb lépés ehhez a táplálékot, fészkelési lehetőséget és búvóhelyet nyújtó növények telepítése. A süngarázs még nem volt az év szava. A hangemberkedés a morzsa közösség és a gasztroforradalom viszont igen. 2023-ban pedig a ChatGPT vendégünk a témával kapcsolatban, Minya Károly. Szia Kacsi, jó estét! Jó estét kívánok, köszöntök mindenkit! El tudom képzelni, hogy a nézők között néhányan azt gondolják, hogy itt totálisan félre beszélek, és lehet, hogy egyik szót sem hallották, tehát azért szerintem a nyelvészeknek is fel kell kötni az alsó neműt, amikor egy-egy ilyen versenyre sor kerül. Egyáltalán mi a módja annak, hogy kiválasszák ezeket a szavakat minden évben? Alapvetően a Magyar Nyelvi Szolgáltató Irodának a munkatársai, amely mögött a Nyelvstratégiai Kutatócsoport van, szokták kiválasztani, hogy mi legyen az évszava, antiszava, ifjúsági szava és költői szava. Azon az alapon, hogy Magyarországon élünk, itt vagyunk, és hogy úgy mondjam, ki van hegyezve a fülünk arra, hogy észrevegyük évközben, hogy na mi az, ami viszonylag gyakori, és mi az, ami viszonylag új, és az adott évre jellemző mind a négy szempontból. Itt tulajdonképpen a médiumokat is segítségül hívják, vagy az internetet, hogy melyik szóra kerestek a legtöbben, vagy egyáltalán melyik szó az, ami mondjuk a leggyakrabban előfordul, tehát milyen technikai feltételek
kell, rendelkezni ahhoz, hogy kiválasszák ezeket a szavakat? Alapvetően, amikor többen is ugyanazt javasoljuk, akkor ez nem kíván technikai feltétel, de természetesen utána megnézhetjük az internetes keresőben, hogy olyan hány találat van rá, hanem úgy mondanám, hogy ez annyira nem exakt, tehát nem fogunk megkérdezni embereket, mert az lehet, hogy egy kicsikét általános volna, és mi mindig törekszünk arra, hogy minden évnek sajátos egyedisége legyen, és tényleg az arra az évre jellemző szava legyen. Na, akkor fedjük fel ezeket a szavakat, Hát Harcsi. Ugye az első, a mesterséges intelligenciának nagyon fontos terméke, ez a ChatGPT. Ha valaki GPT-nek mondja, szerintem az is tökéletes, az, hogy más kijavítja, ez már nem az én dolgom. Ugye ez tulajdonképpen egy alkalmazás, egy programozás, ami mesterségesen készít szöveget. Megijedtek ugye a tanárok, hogy akkor most hogy fogják ellenőrizni, hogy ki készíti a házi feladatot, vagy ki írta a szakdolgozatot. Na hát ugye ezt meg lehet tenni, de azért ki lehet deríteni. Másrészt viszont a filozófusok elgondolkodtak, hogy most ez vajon helyettesíteni fogja az embert, vagy mi fog történni. Egyébként ezzel az alkalmazással már megíratták Madách ember tragédiájának a 16. színét, miniszternek írt már kiállítás megnyitót, sőt, jogszabályt is írt, ami simán átment. El is fogadták. Egy szó mint száz, óriási várakozással tekintünk ezzel, és valóban ennek az alkalmazása szinte már a digitális tudásunkhoz fog tartozni. Igen, van benne potenciál, nyilván megfelelően kell használni, bár azt gondolom, hogy azért költészetben lehet, hogy ez egy picit nehezebb, mert oda azért csak kell az az emberi lélek, amit nem biztos, hogy a mesterséges intelligencia tud pótolni, bár nyilván vannak olyan lelketlen írók és költők, akinek elképzelhető, hogy igen. Tehát akkor ez volt az év szava, úgyhogy ezt nem árt esetleg utána járni, utána olvasni, valakinek lehet, hogy praktikusan sok segítséget is nyújt majd. Mi volt az antiszó? Az antiszó a lombkorona sétány. Természetesen ne a szóra haragudjunk, hanem nyilván ami mögötte van, hogy ez a Kosztarikából indult természeti attrakció, turisztikai attrakció, pontosabban fogalmazva, onnan indult, ahol meg is van az oka és jelentősége és értelme, nem akarok senkit bántani, de amikor bizonyos Európai Uniós pályázatokból az Alföldre telepítenek lombkoronasétányt, ami körül kivágják az erdőt, és direkt nem mondom a települést, megint csak nem bántok meg senkit, akkor természetesen az erősen elgondolkodtat mindenkit, és hát ezzel érdemelte ki az év antiszavát, ugye, ahogy szoktuk mondani, ez a magyar narancs, kicsit savanyú, de a miénk kicsit sárgás, kicsit vagy ilyen rátóti csikótojás, vagy legényanya, és akkor sorolhatnánk. Minden esetre tényleg elég magyar valóság. Az ifjúsági szó pedig a pacek lett. Ez egészen pontosan mit jelent? Hát alapvetően, tehát sok mindent jelent. Ez természetes, főleg az ilyen kifejezésekre, az ilyen bizalmas kifejezés. A pacek ugye alapvetően arcot jelent, vágd a pacekomba, pacekba nyomja, tehát az arcába vágja, ezt jelenti, az Ariák is azt mondja, hogy arrabos a pacekom, még így szól az egyik dalában. Másrészt pedig azt jelenti, hogy nagyon jó, szuper, tök, cool, sorolhatnánk a jelzőket. Egyébként egy jiddis eredetű szó az eredet, a töve, és hogyha valaki úgy gondolja, hogy a pacák szóhoz köze van, akkor jól gondolja, úgy szoktuk ezt megmondani, hogy szóhasadással jött létre a pacek és a pacák szavaink. És akkor van még egy irodalmi szó, erre is kíváncsiak vagyunk, és nagyon fogy az időnk, és még nagyon sok érdekesség van az új nevek vonatkozásában is, úgyhogy remélem arról is tudunk egy pár gondolatot mondani. Nagyon röviden akkor ez a hazaszótár, ez most nem egy költő, hanem egy közírónak a kifejezése, tulajdonképpen a fejünkben lévő szótár, a szüleinktől kezdve a szülőföldünkhöz kapcsolódó összes gondolat és idézet, amelyet előhívunk rosszabb perceinkben. Tehát ez olyan, mint egy értéktár tulajdonképpen nyelvi fejben. Szinten, fejben. Nos, hát nagyon különleges nevek vannak, és sokan nem tudják, hogy egyáltalán hogyan lehet például egy nevet hivatalossá tenni. Hogy működik ez? Valakinek kipattan a fejében, vagy valahol külföldön hallotta, és azt magyarosítja. Ha jól tudom, akkor ebben az évben 70 új nevet is elfogadtak, ami most már anyakönyvezhető. Mesélj ezekről egy kicsit. Igen, tehát a számoknál maradva csaknem 4600 név van, és 2000
1600 ebből a női név, és nagyon sok nincs kihasználva. Ettől függetlenül tiszteletben kell tartani az állampolgároknak azon vágyát, hogy nagyon egyedi és nagyon különleges nevet akarnak adni a gyermeküknek. Igaz, hogy ez néha félresiklik és nem annyira sikeres. Egyébként a Nyelvtudományi Kutatóközpont oldalára, honlapjára kell fölmenni, ott állandóan frissül, hiszen ez a bizottság három havonta összeül, és onnan válaszol mindenki nevet, azt javaslom. Egy pár különlegeset, ha mondanák, Karcsi, mielőtt útra engedünk. Igen, tehát akkor mondjuk azt, hogy elfogadtak török neveket, nyilván ez a sorozat miatt, az Ayla női nevet, meg a Nazir és a Berk nevet elfogadták, ugyanakkor nagyon szeretik a kettős neveket, Anna Rózsa bekerült az adhatók közé, de például a Bodza Róza már nem, bizonyára ebben van valami, hogy mondjam, szubjektivitás. Viszont anyakönyvezhetővé vált például japán név is, Kyoko Kaori Mei, ez a lényeg, hogy mindig úgy ejtjük ki, úgy írjuk le, ahogy kiejtjük, és hát azon kívül rövidült nevek, néhány férfi név, például a Santiago-ból a Tiago, vagy pedig a Filippóból a Pipó rövidült alakja is már anyakönyvezhető. Pár év múlva már az oviba ezekkel a nevekkel találkozhatunk is. Karcsi, nagyon szépen köszönjük, és további jó munkát, jó egészséget kívánunk. Köszönöm szépen. Okos parcella követ helyezett el dr. Béres József feltaláló emlékére a Nemzeti Örökség Intézete a Kisvárdai temetőben. Erről lesz szó a következő percekben. Okos parcellakő a Kisvárdai temetőben. A jelzőkövet dr. Béres József Széchenyi díjas feltaláló születésének 104. évfordulója alkalmából helyezte el a Nemzeti Örökség Intézete. A kőbevésett QR kód segítségével az intézet honlapján nem csak a kutató életútja található meg, hanem virtuálisan valamennyi a Nemzeti Sírkert védettségi kategóriába sorolt sírhely fellelhető. Két évvel ezelőtt tavasztal kezdtük el azt a csodálatos és méltó magyar történelmi személyiségeknek emléket állító folyamatot, hogy megjelöljük azt a 700 temetkezési helyet az országban, ahol az a körülbelül 6300 államilag védett történelmi sír található, ahol a nagyjaink, az országért különösen sokat tevők nyugszanak. És 2022. márciusában kezd helyen, a Szent Miklós temetőben kezdtük, és ma eljutottunk ide Kisvárdára is, körülbelül a 40-néhányadik ilyen parcella követ helyezzük el, és ennek a folyamatnak tulajdonképpen gyakorlatilag az a látható jele, hogy ezekben a történelmi temetőkben egy egységes arculatú térképet készítünk a temetők üzemeltetőjével együttműködésben, és elhelyezünk egy olyan speciális parcella követ, ugye a parcellák sarkán szokták a számokkal jelölni, hogy melyik parcellában járunk, de itt ez a parcella kő most a különleges temetőt jelöli, amelynek a tetején van egy QR kód, amit a mai digitális kor mobil eszközeivel könnyen be lehet olvasni, és a mi honlapunkon ennek a temetőnek az oldalára téved az olvasó, és rögtön találkozik is azzal, hogy kik nyugszanak itt. Jelentős személyiségek megtudhatnak az életútjukról sokat. Itt Kisvárdában Béres Józseffel kapcsolatban azt hiszem nagyon sok mindenkinek nem lehet újdonságot mondani, de sok helyen az országban szükség van arra, hogy elsősorban az ifjúságnak, de akár a felnőtt korosztálynak is meséljünk és mondjuk el, hogy kikre lehetnek büszkék. Ezek a sírok, ezek 1999 óta gyűlnek, minden hónapban ülésezik a Nemzeti Emléke és Kegyeleti Bizottság, aki a döntéseket meghozza a Nemzeti Örökség Intézete előkészítő munkája után arról, hogy kik kerülhetnek bele ebbe a Nemzeti Sírkert virtuális közösségébe. Jelenleg közel 6300 ilyen sír van az országban. Két nagy kiemelt helyszín van, a Fiumei úti sírkert, ahol a mi székhelyünk is van közel 1900 ilyen sírral, illetve a Farkaséti temető Budapesten, ahol a kommunista időszakban oda temetkezők, mert hogy a kommunista párt fenntartotta a Fiumei úti sírkertben a temetkezés saját magának. Szintén nagyon-nagyon sok, elsősorban művész sportoló közéleti személyiség nyugszik, de az országban egyre gazdagodik ezeknek a temetőknek a száma. Bízunk benne, hogy azért ezt a hatalmas nagy
temető helyszínt, ami 700-ra rúg, és nem csak temetők vannak benne, hanem templomok, kripták, altemplomok, parkok, akár magánházak kertjei. A következő 5-10 évben azért végig fogjuk tudni érni, és utána büszkén mondhatjuk majd azt, hogy mindenki, aki temetőbe látogat, megtudja, hogy igazából kik a fontos halottaink. De egy szerető, dolgos, szorgalmas ember képét látom magam előtt, akit a kutatás szenvedélye, az embereké való tenni akadás, akarás egy kicsit kiszakított a családjából. A világhírű kutatóról fia Béres József is megemlékezett. Édesapja életútja szerinte fontos üzeneteket hordoz a felnövekvő generációk számára. Gyerekként talán az ember onnan indul ki, hogy valaki szereti a tudást, tanulni szeret, azzal párosul egy szorgalom. Őt hamar az érdeklődés az a növényvilág felé irányította. Nem véletlen, hogy Kecskeméten ifjúkorában kertészetet tanul, azzal jött a háború, és lényegében ez a kertészeti pályafutása, agrármérnöki pályafutása meglepő módon 45 éves korában folytatódik, és 45 éves, amikor a Gödöllői Agrártudományi Egyetemet elvégzi, és akkor már itt van Kisvárdán az állomás, a gépállomáson majd a növényi vírusbetegségekkel foglalkozik. Tehát valami olyasmi, hogy az ember elköteleződik valahol például egy tantár iránt, vagy egy hivatás iránt, akkor ezt próbálja végigvinni. És akkor az életében végül is még a róla elnevezett készítményt is a növényeknek köszönheti, hisz egy humán készítményt agrárkutatóként ér el. Neki volt egy sajátossága, hogy nem egy adminisztratív kutató volt, hanem a kutatásnak a logikája, annak a belső jellege sokszor elragadta. Ez is magyarázza azt, hogy egy agrárkutató hogy alkot meg egy humán készítményt. De ő képes volt a megfigyeléseit nem csak darabokban látni, hanem szintetizálni. Nagyon fontos a szintézis. Üzenetem lehet talán az is, hogy nem csak a diagnózissal kell a világnak foglalkozni, hogy megállapítsuk az, hogy baj van, vagy az okok baj, hanem a terápia, a megoldás is nagyon fontos. Tehát ha látunk valamit, hogy baj van, akkor a megoldásra kell törekednünk. Talán ez a egyik fő üzenete. A másik, hogy mindezeket a dolgokat nem magunkért tesszük, hanem az embertársainkért, a szomszédunkért, a városunkért, az országunkért, az emberiségért, és ezt is ő jól tudta képviselni az élete során. A feltaláló 1920. február 7-én Záhonyban született, életének nagy részét azonban Kisvárdán töltötte. Én is itt nőttem föl, tehát egészen 18-20 éves koromig itt éltem, tehát az ember azért szülőföldjének tekinti ezt a régiót. Én Záhony nem tudom, de már Anarcsot, ahol születtem mindenképpen, és ez mind itt van egy rakáson. És hát hazajárunk, azért is ilyen élő a kapcsolat a településsel, hogy itt ide szólnak az én gyökereim is, de ápoljuk édesapám emlékét itt, és megtaláljuk azokat a társakat, akikkel együtt tudjuk fenntartani ezt a szellemiséget, ezt a légkört. A Nemzeti Örökség Intézetnek pedig nagyon köszönjük, bár mi is azért ott mocorogtunk a környékén, hogy itt is, ha már édesapám sírja ugye a Nemzeti Sírkert része, akkor legyen egy ilyen okos parcellakő, de még egy üzenet, hogy kő nélkül is okosnak kell lennünk. Kisvárdán a könyvtár falán emléktábla is őrzi a kutató szellemi örökségét. Sokat tett az emberekért, nagyon viszontosságos élete volt, nagyon kellett küzdenie azért, hogy elismerjék. Hála Istennek hosszú kort élt meg, és még megérhette azt, hogy elismert tudós lehetett, Széchenyi díjas tudós lehet, úgyhogy teljes mértékben büszke vagyunk rá, példa a fiataloknak éppen abban, hogy soha ne adják fel a küzdeni akarás, a küzdeni tudás, jó példa tőle. Kedves nézőink, következik a híradó, aztán jövünk vissza a víkenddel, többek között a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium gála koncertjével. Előtte azonban jöjjön egy játékkérdés, amivel páros mozi jegyet nyerhetnek. Mi lett a 2023-as év irodalmi szava? Az előző beszélgetésben elhangzott, de ha lemaradtak róla, a YouTube csatornánkon visszanézhetik az adást, a közösségi oldalunkon pedig a helyes választadók között sorsoljuk majd ki a nyertest. Most tehát hírek, és folytatjuk, maradjanak velünk! Üdvözlöm újra a Weekend nézőit! Kedden tartotta plenáris ülését a Nyíregyházi Diákparlament,
Az eredményekről Takács Zsófiával beszélgetünk. Szia, jó estét! Jó napot! Akkor beszélgessünk egy kicsit arról, hogy milyen is volt ez a bizonyos keddi alkalom, mit sikerült elfogadtatni, hogy látjátok a jelenlegi helyzeteteket, mondjuk milyen volt a városvezetés visszajelzése? Nos, ugye a napot ugye egy megnyitóval kezdtük, és ugye dr. Ulrik Attila alpolgármester úr is ugye felszólalt, és ötletekkel teli naphoz kívánt számunkra, ami szerintem meg is valósult. Ugye a megnyitó után három előadás hangzott el, az első Molnár Brigitta által, a Musterház programszervezőért felelős dolgozója által, aki nem másról, mint az X-es órákról, azaz az iskolai közösségi szolgálatról számolt be, és hogy milyen igazából kicsit bulisabb lehetőségek vannak itt Nyíregyházán, mint például a Musterházban ugye a rádió által is lehet X-es órát kapni, vagy a diák polgármesteri iroda által, és akár egy Erasmus alkalmával is. A második előadást Lukács Rajmond, a Musterház nemzetközi koordinátora tartotta, ugye a nemzetközi lehetőségeket és főleg az Erasmust magát taglalta nekünk, illetve az Európai Szolidaritási Testületről számolt be, és hogy azáltal milyen lehetőségekhez lehet eljutni. És végül, de legutolsó sorban a diákpolgármesteri iroda mutatkozott be. Ugye a programjainkról számoltunk be is, hogy ugye milyen Erasmus és nemzetközi lehetőségek járnak ugye a magával a diákpolgármesteri irodával. Majd a napot a Musterházban folytattuk négy különböző szekcióban, ugye környezetvédelmi, nemzetközi, programszervezői, illetve érdekképviseleti szekcióban. Ugye itt mindenki külön-külön tartotta meg a kis ülésezését, ötletelését. Ugye ez egy két órát vont magával, ahol mindenképpen próbáltunk minél több ötletet ugye megfogalmazni, és nem csak ötletet, hanem akár felvetés vagy bármilyen problémát. De persze ez sajnos két óra szerintem nem lenne elég egy ilyen program alkalmával, hiszen ugye nagyon-nagyon sok ötlete van a nyíregyházi fiataloknak, és egy-egy ilyen alkalommal nem csak a diákpolgármesteri iroda tagjai tudnak felszólalni, hanem ugye maga az ott lévő delegáltak különböző középiskolákba. Sajnos egy nagyon-nagyon negatív igazából évünk volt abban a szempontból, hogy nem sok középiskolából érkeztek delegáltak, de akik érkeztek, azok nagyon-nagyon aktívak is voltak. Igen, éppen ezen gondolkodtam, hogy az nagyon jó, hogy mondjuk egy-egy ilyen szekcióülés alkalmával ott vannak az aktív tagok, de mennyire tudjátok nyomon követni azt, hogy például mindaz, ami elhangzik, vagy mindaz a tudás, amit átadtok egy-egy ilyen előadás során, az vajon eljut-e a diákokig az iskolákban? Tehát azok, akik ott lelkesek, azok ugyanolyan karizmatikus, energikus fiatalok-e az iskolájukban is, és át tudják-e adni ezt az információ halmazt, ami mondjuk elhangzott a keddi napon? Ugye ilyenkor ők prezentálják az ő iskolájukat, ugye ők a delegáltak a sulik által, általában diák önkormányzatok elnökei vagy diák önkormányzatok tagjai érkeznek ezekre igazából alkalmainkra. Ugye nekik alapból ez a feladatuk, hogyha mondjuk egy dökös gyűlés van az iskolában, hogy átadják ezeket az információkat. Többé-kevésbé szerintem meg is szokott történni, de előbb vagy utóbb úgy is fogják tapasztalni Nyíregyházan ezeket a változásokat, vagy éppen programötleteket. Az a célotok, hogy egy ilyen pezsgő diák élet legyen Nyíregyházán, ami egyrészt nagyon jó, hiszen jó valahova tartozni és fölállni az osztálytermekből, vagy mondjuk a digitális térből, de ugyanakkor meg nagyon nehéz, hiszen ugye az a korosztály vagytok, aki szinte mindent a digitális platformokon él, és a baráti kapcsolatok, a programok egy része is ott zajlik, hogy lehet őket ebből kirobbantani, hogy érzed, van erre tényleg esély, hogy ne cseteljenek, hanem beszélgessenek? Ugye nagyon sok iskolában azt tapasztaltuk, hogy a diák önkormányzatok által ugye nem kaphatják meg ezeket a sport lehetőségeket, vagy programokat, amikre ugye szívesen vágynának, vagy elmennének, és ugye erre vagyunk mi, mint diákpolgármesteri iroda, ugye a néhány még városi dökként is emlegetnek minket, hogy ugye ilyen programokat szervezzünk.
Ugye mindenképpen az ilyen diákparlamentek a legjobb alkalmak arra, hogy felmérjük, hogy milyen programok érdekelnék őket igazán, de szerintem, amivel a legjobban meg lehet fogni a fiatalokat, még továbbra is azt mondanám, hogy ugye az Erasmusok és a nemzetközi lehetőségek, hiszen nagyon szeretnek ugye ellátogatni külföldre, külföldi tapasztalatokat szerezni, illetve angolul beszélni. Tehát utazni, barátokat szerezni, egy kicsit bulizni, ha ilyen programok vannak, akkor mindenképpen érdekes. Mik a legfontosabb célok ebben az évben, vagy a legnagyobb durranások? Ugyan nagyon sok mindenre kaptunk ugye lehetőséget, hogy az évben megvalósítsuk. Több különböző projektünk is elindult ugye januárban, illetve ezen kívül rengeteg helyi programunk is lesz, amire szívesen várjuk a helyi nyíregyházi fiatalokat, hiszen nagyon-nagyon sok programmal készülünk, többek között biciklitúrákkal, szemétszedésekkel, illetve szeretnénk ismételten újra bevezetni a városi verébeavatót. Na hát akkor figyeljék a közösségi médiát, ha mondhatom ezt, illetve kövessék nyomon a diákpolgármesteri hivatal munkáját, és keressék azokat a kontaktszemélyeket az iskolájukban, akik bővebb felvilágosítást tudnak adni. Zsófi, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. Egy kis zenével folytatjuk a Weekendet. Első alkalommal szervezett nagyszabású gála koncertet a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium. A rendezvényen az intézmény zeneművészeti tagozatos növendékei és tanárai léptek fel. Ez következik most. Közös énekléssel indult a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium gála koncertje. A rendezvényen a zeneművészeti tagozat növendékei és tanárai is felléptek. A koncertnek rendhagyó módon a Kodály Zoltán Általános Iskola kodályterme adott otthont. Mindenképpen rendkívüli ez az egész helyzet. Az is, hogy a falakon kívül megmutatjuk ezeket a produkciókat egyrészt, másrészt pedig ez tulajdonképpen egy kezdeményezés, egy teljesen új ötlet. Eddig a félévi vizsgák után nem mutatkoztunk így meg, és nem csak a helyszín rendkívüli, hanem maga az alkalom is, hiszen először szervez az iskolánk ilyen gálakoncertet a zeneművészeti tagozat számára. Itt sokkal nagyobb a befogadókészsége ennek a teremnek, és hálásan köszönjük a Kodály Zoltán Általános Iskolának, hálásan köszönjük a Tantemusz kórusnak, hogy ezt lehetővé tették, hiszen aki gyorsan segít, kétszer segít, szokták ezt mondani, és ezért is választottuk, mert van egy szoros együttműködés mind a Tantemusz kórussal, mind a Kodály Zoltán Általános Iskolával, és felajánlották számunkra ezt a lehetőséget, mi pedig nagy-nagy örömmel éltünk ezzel. Mi fél évente vizsgákat szervezünk. Ez egy komoly szervezéssel és a gyerekeknek is egy komoly megmérettetéssel járó feladat. Ugye mi párhuzamos képzésben közismeretet és művészeti oktatást is folytatunk, tehát a közismereti tantárgyak zárása mellett a mi diákjaink minden művészeti tantárgyból vizsgáznak is, és annyira magas színvonalú volt idén a félévi vizsga produkció, hogy úgy döntöttünk, hogy ezt mindenképpen szeretnénk nagyobb közönség elé tárni, Nyíregyháza város nézőit, érdeklődőit szeretnénk meghívni erre, szeretnénk, hogyha látnák, hiszen mi egy olyan támogató környezetben művelhetünk ilyen tehetséggondozó iskolát, programokat, amiből szeretnénk egy picit visszaadni a közvetlen környezetünknek, és megmutatni azt, hogy mi is folyik az iskolában. Thank you.
Ez most egy teljesen új hagyomány, hogy februárra került az időpont, ez is egy teljesen újszerű dolog, és mi ihlette meg, hát a félévi vizsgák. A félévi vizsgák januárban vannak a zeneművészeti tagozaton, és annyira fantasztikus produkciókat hallottunk a vizsga során, hogy úgy döntöttek a kollégák is, természetesen az én beleegyezésemmel, hogy hát mutassuk meg most már ezt egy gála hangverseny keretein belül is. A zeneművészeti tagozaton hány szakon tanulhatnak a diákok, és körülbelül most hányan mutatkoznak be ezen a gála koncerten? A zeneművészeti tagozaton klasszikus tanszak van, népzene tanszak és színész tanszak. A klasszikus tanszakon belül a hagyományos hangszerek, a zongora, a gitár, a kürt, nagyon sok, ami lehetséges felvonulni és amin lehet tanulni, azon tanulnak a gyerekek. Szintén ugyan népzene hangszeren, népi hegedű, népi bőgő, népi ének. A mai napon még ilyen nem volt, hogy összekötjük a népzenét a klasszikus zenével, vagyis a klasszikus zenészek fognak javarészt meg a népzenészek fellépni, de az utolsó szám erejéig bemutatkoznak a színészek is. Nagyon sok országos és nemzetközi sikerünk van. Az elmúlt években, meg az elmúlt években is több mint 10-20 évente nemzetközi eredményeke, meg országos verseny eredményeke, első, második, harmadik helyezésekkel tudunk büszkélgetni. A mai napon is nagyon sok ilyen versenygyőztes fog fellépni, többek között Jakömcsök Dániel is, aki riportot fog adni. De díjazottak a gitárosok, a népzenészek nagyon-nagyon sok díjat nyernek országszerte. Úgyhogy igen, büszkék vagyunk az eredményeinkre. Amikor általános iskolás voltam, harmadik osztályba elhozták nekünk bemutatni a kürtöt még több más hangszerrel, de nekem valahogy nagyon megmaradt, és ez főleg azért érdekes, mert a szüleim mind a ketten vonósok, édesanyám mai napig hegedű tanár, apa meg nagyon sok ideig csellózott, és egy kicsit sokként érte őket, hogy kürtölni szeretnék elkezdeni, de hát elég jól döntöttem, én úgy érzem. Milyen sikereket tudhatsz magadénak? Az elmúlt 3 évben mind a háromszor sikerült megnyernem a Bartók Béla konzi szervezésében lévő online kürt versenyt. Ezen kívül még második helyezettet tudtam elérni a Weiner Leó zeneművészeti szakgimnázium szervezésében lévő országos kürt versenyen, meg még részt vettem nemzetközi versenyen is Németországba, és ebben az évben 2 hónap múlva fogok menni még Szlovéniába is versenyezni egy újabb nemzetközi versenyre. A verseny eredményeid, illetve az, hogy a művészeti szakgimnázium diákja vagy, egy kicsit előrevetítik, hogy valószínűleg ezen a pályán szeretnél tovább haladni. Mik a jövőbeni terveid? Igen, mindenképpen ezen a pályán képzelem el a jövőmet. Másra nem is nagyon tudok gondolni. Az elsődleges célom az lenne, hogy Németországba, Berlinbe kikerüljek zeneakadémiára, és miután azt elvégeztem, meg egy profi zenekarba szeretnék magamnak állást találni,
hogy egész életemben a zenével tudjak foglalkozni, és hogy a zene segítségével a világot is körbe tudjam járni. A Beregi keresztszemes már porcelán ékszereken is megjelenik. Ebből láthatunk néhány darabot itt a stúdióban, és erről beszélgetünk Papel Zsóval és Baracsi Endrével. Sziasztok, jó estét! Jó estét! Hát gyönyörű, amit hoztál be, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy minden Beregi, illetve Szabolcs-Szatmár Bereg megyei ember szívében is ilyenkor nagy büszkeség érzés lesz úrrá, hiszen maga a Beregi keresztszemes is bekerült az értéktárba. Mielőtt az ékszerekről beszélgetnénk, egy kicsit magáról, erről a folyamatról mesélj nekünk, Endre, és hát én tudom, hogy a te szíved csücskében is ott van a Beregi keresztszemes, nem véletlenül. Hát igen, valóban ott van, és azt hiszem az egyik legjobb megfogalmazás, hogy az ember szíve csücskében van, hiszen a Beregi keresztszemes mellett nőttem fel, tehát Bereg Dalócon a mi életünket azért nagyban meghatározta ott, hogy a háziiparban ott a Beregi keresztszemes hímzést az asszonyok azok mívelték, és amikor az értéktár mozgalom elindult 2012-ben, akkor mi eldöntöttük azt, hogy a Beregi és Felső-Tiszadéki keresztszemes hímzésből szeretnénk értéket teremteni, és így bekerült települési értéktárba, majd a vármegyei értéktárba is, és egy 10 éves folyamat eredményeképpen bejárva mindazt a ranglétrát, amit itt be kell, a nemzeti érték után 2022-ben a hungarikumok közé is bekerült a Beregi és Felső-Tiszavidéki keresztszemes hímzés, de mi nagyon szerettük volna azt, és itt nagyon örülök annak, hogy mindig vannak olyan partnerek, mindig vannak olyan kovászok, olyan kreatívok, akik mindig tovább tudnak gondolni egy-egy értéket, és mi szerettük volna ezt, hogy úgy maradjon meg az utókornak azért, hogy egy picit más formában, modernebb formában is, és ami itt most látható az asztalon, ezek az ékszerek, ezek a Zema porcelán manufaktúrának a termékei természetesen, és hát itt megjelenik a Beregi keresztszemes motívuma, és ráadásul azok a motívumok, amelyek a hagyományos színekben pompáznak, tehát a kék és a piros színekben, amelyek én úgy gondolom, hogy így ebben a formában valóban tovább tudják vinni az értéket. Most hirtelen nagyon sok asszociáció ébredt a fejemben, hogy például a focista feleségek is örömmel viselik, ugye hát nyilván ezek a színek megjelennek a nyíregyházi csapat logójában is, meg az is eszembe jutott, hogyha itt lenne, vagy itt kellene befejezne tulajdonképpen az értéktárban végzett karrieredet, akkor már megnyugodhatná, hiszen az, ami mindig is ott munkált benned, ugye lokálpatriótaként, az tényleg a legnemesebb gondolat volt, és hál' Istennek sikeresen meg is valósítottátok. És ha már ugye elhangzott a Zema neve, amely szintén a megyei értéktárban már ott van, és gyönyörű darabok készülnek, és gyakorlatilag én évek óta nyomon követem a ti munkátokat, és mindig nagyon nagy büszkeséggel mondom el a külföldön élő barátaimnak, hogy ez egy fantasztikus magyar manufaktúra, és csodálatos dolgok készülnek. Köszönöm. És a népi motívumok ugye mindig is megjelentek, gondolok itt a palócra, vagy a kalocsai, vagy a matyó motívumra, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ez egy bennetek is egy ilyen kis hiányérzet volt, és ezért pont a Beregi... Hát igen, jól mondod, igen, hát hiszen szűkebb hazánk nekünk, ugye ez a térség, nekünk is. Még akkor is, ha mi konkrétan ugye újfehértóiak vagyunk, tehát nem közvetlenül ugye emellett élünk, de mégiscsak egy nagyon közeli, tradicionális világ az, amiről itt ugye szó esett. Úgyhogy tényleg ezt az eredeti kék-piros Beregi keresztszemes mintát használtuk föl. Természetesen nem teljes mértékben és 100%-osan úgy, ahogyan azt annak idején létrehozták, hanem egy picit egy modernül, hogyha megnézed a mintázatot, nem biztos, hogy ezek a minták köszönnek vissza feltétlenül, mint ami egyébként az eredeti mintákon.
mert egy kicsit ilyen modernebb változatot próbáltunk, ami az kicsit hordhatóbb, fiatalosabb, tehát ami most idézőben eladható nem pénzért, hanem egyáltalán, hogy befogadóképes legyen rá a mai nő vagy a mai ember. Úgy tudom, hogy a vásárosnaményi asszonyok is segítették a munkátokat. Ez hogy nézett ki a gyakorlatban? Hát ez úgy nézett ki, hogy megkértem, van egy ilyen csoport, ezt talán az Endre jobban el tudja mondani, hogy ők kik, akik ezzel foglalkoznak, és nagyon komoly munkát végeznek, és ők segítettek nekem abban, hogy elkészítették ezeket az anyagokon, ezeket a varrásokat, a mintákat, és ezekhez a mintákhoz képzeltem én el, illetve hát fordítva, de is, ugye vice versa szoktuk mondani, képzeltem el hozzá az egyéb porcán kiegészítőket, és így alakult át egy teljes ékszerré egy-egy ilyen darab. Nagyon különleges az, hogy nem csak a porcelán ékszerben jelennek meg a motívumok, hanem ugye kézzel foghatóan itt a keresztszemes anyag is megjelenik. Ezek szerint abszolút egyedi és kézzel készült Természetesen. Tehát maga a varrás is, és maga a porcelán is, ez mind egyedi darab teljes mértékben. Vannak-e egyébként, azon kívül, hogy nyilván a fantázia az, ami határt szab az újabb és újabb ékszereknek, vannak-e olyan nehézségek, amivel azért meg kell küzdeni, amikor egy-egy ilyen új szériát kitaláltok? Hát ez természetes, hiszen ugye a porcán készítésnek vannak szabályai, amiket nem lehet áthágni, mert különben nem lehet elkészíteni egy-egy darabot. Uh-huh. Tehát, hogyha ezek között a szabályok között mozgunk, már pedig óriási ez a mozgási tér, akkor rendelkezésünk rá nagyon sok mindent. Tehát tulajdonképpen a határ itt legtöbb esetben a személy maga, aki ezt ugye megtervezi, vagy éppen kitalálja. Említettük ugye, hogy most már tulajdonképpen Hungarikum, és a Vajdahunyad várában volt a bemutató. Igen. Milyen volt a fogadtatás, hogy éreztétek magatokat? Hát én mondhatom azt, hogy ugye minden évben már, minden év végén a következő év elejét és az egész évet valahol átfogóan bemutatjuk, hogy mik lesznek az új kollekciók a következő évre vonatkozóan, és ezt a kollekciót mutattuk be, ez volt az egyik fő attrakció. A másik az Empire kollekció, amit szintén itt lehet látni. Ez egy Párizsból kiinduló kollekció, ez csak azért érdekes, mert ugye most az idén lesz Párizs, ugye olimpia, stb., tehát egy kicsit ugye erre ráhangolódva készült el ez a kollekció, úgyhogy ennek ez volt az apropója, de természetesen a tradicionális motivumok között most is egyáltalán ebben a bemutatóban ez volt a főszereplő. És nagyon nagy meglepetés volt egyébként, igen, mert ugye titokban volt tartva, igen, hogy akkor mi is lesz majd ott a Vajdahunyad várába, és hát hatalmas meglepetés volt látni azt, hogy az, ami évekkel ezelőtt ötletként felmerült, az most már meg is valósult, és valóban egy olyan örökségátadás történt meg ezzel, aminek talán még most nem is érezzük igazán a jelentőségét és a súlyát. Neked van visszajelzésed arról, hogy például a vásárosnaményi asszonyoknál milyen volt a fogadtatás, mit szóltak magához az ötlethez, illetve hát, hogy hogyan tetszik nekik az elkészült sok-sok ékszer. A Hegedűs Eszterék, akik összefogják itt ezt a Beregi keresztszemes újragondolást vásárosnaményban, és ők folyamatosan terveznek egyébként ruhákat, kiegészítőket és divat bemutatókat is tartanak. Tehát azt a gondolkodást, amelyet mi elkezdtünk Erzsóval, azt ők egy másik vonalon viszik tovább, és nagyon jó volt látni azt, hogy ez a két vonal találkozott, és így egymást erősítve tudott egy olyan csodát létrehozni, amelynek most mi is örülhetünk, és vannak visszajelzések több felől, és vannak meglepetések is, mert például amikor a Hungarikum gálán voltunk Kecskeméten, amikor a Beregi keresztszemesért megkaptuk az elismerést, akkor ott a Hungarikum gálán több emberen is már ilyen Beregi keresztszemes ékszer volt, úgyhogy úgy gondolom, hogy ettől komolyabb visszajelzés nem is igazán kell. Igen, nagyon-nagyon sok híresség viseli, és hát nyilván jó érzéssel, hiszen tudja, hogy egy nagyon különleges dolgot visel a nyakába. Közben még az jutott eszembe, hogy azért nagyon, nagyon felemelő dolog lehet egy olyan projektben részt venni, olyan dolgot kitalálni, amikor valóban a múlt értékes gyökereiből szökken szárba egy jövőben is virágzó növény, legyen az egy ékszer, vagy bármilyen művészeti ág, és élővé tenni a múltat, és folyamatosan trendivé és vonzóvá tenni, ez egy fantasztikusan nemes dolog, úgyhogy gratulálunk mindkettőtöknek, és köszönjük szépen.
Kedves nézőink, sajnos ennyi fért a mai víkendbe, tartsanak velünk jövő héten is ugyanebben az időpontban, amikor két tehetséges nyíregyházi diák érkezik majd, egyikük a robotika területéről, másikuk pedig egy fordítóversenyen elért eredményéről fog beszámolni. Én kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét és jó pihenést kívánok, viszontlátásra!